Változatlanul fenntartja a véleményét a Juncker Orbán vacsora és az uniós csúcs után is, hogy Navracsics Tibor hazaáruló, mert azt mondta, hogy az Európai Bizottság munkatervében nem szerepel a soros terv, illetve utalta arra, hogy ennek az emlegetése csak kampányfogás. A hazáruló kifejezést egyedül Navracsics Tibor használta, sajátos módon saját magára. Persze megértem, hogy nem könnyű az, amikor az ember saját környezete is soros zsebében és kezében van. Ami nem fair play Navracsics Tibor szereplésében, hogy miközben az a szöveg, hogy neki, mint brüsszeli biztosnak távolságot kell tartania a magyar ügyektől, addig most idejön, nyilatkozik soros ügyben úgy, hogy azt a soros párti ellenzék, mint kést a hátunkban tudja forgatni. Megismétlem. Az embernek a hazájához kell hűségesnek lennie. A munkadójához pedig legyen az EU, NATO, ENSZ csak lojálisnak. Elnézést idézném önt, ugye a vasárnapi újságban azt mondta, hogy el kell döntenie, vagy mérlegelnie kell, hogy a nemzetéhez hű, vagy lojális a szervezetéhez. Ez nem azt jelenti, hogy hazaáruló? Ezt rosszul értelmezték a sajtóban? Ez azt jelenti, hogy az embernek hűségesnek a hazájához kell lenni. A munkadójához, legyen az egy nemzetközi szervezet, mint például az EU, NATO vagy ENSZ, ahhoz csak lojálisnak. A kettő nem keverhető össze. Még egy kérdésem van, bocsánat, a miniszterelnök úr nem említette most az október 23-ai beszédébe, ki sem mondta Soros György nevét, azt a kifejezéssel használta, hogy Soros terv. Ön fenntartja azt a véleményét, hogy az Európai Bizottság a Soros tervet hajtja végre? Nyilvánvaló, és napról napra nyilvánvalóbb. Akkor is, ha ők ezt cáfolják. Persze. Köszönöm. Köszönöm.